A november elsejei minden szentek ünnepe a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, amely 2000 óta Magyarországon munkaszüneti nap. Az ünnep üzenetével kapcsolatban Csordás Gábor plébános úgy fogalmazotta, a minden szentek a sikeres keresztények ünnepe. Ahogy figyelgették egymás életét a keresztények, hamar kitűnt az, hogy van néhány ember, akinek ez egész magas fokon sikerül, vagy azért, mert egész életükben annyira sok jót tettek az embertársaiknak, vagy pedig az életüket áldozták, akár a hitükért, akár a többi emberért. Őket kezdte el az egyház szentként tisztelni, akik nevesítve is vannak, tehát akiket ünneplünk ugye az egész esztendő során. De azt is tudjuk, hogy ennél jóval többen vannak azok, akik ezt a fajta boldogságot, amit hát hagyományosan mennyországnak hívunk, elérték. Úgyhogy mondhatjuk, hogy ez a sikeres keresztény embereknek az ünnepe, akik olyan sokan vannak, hogy név szerint ugye nyilván nem tudunk mindenkit megemlíteni, de egyben megünnepeljük őket. Hozzátette, a keresztény emberek a kezdetektől fogva imádkoznak az elhunytak lelkéért, ezért alakult így, hogy a minden szentek napját közvetlenül a halottak napja követi. Először megünnepeljük azt, hogy rengetegen vannak azok, akik már az örök boldogságra jutottak, másnap pedig figyelmeztetjük magunkat arra, hogy azért mégiscsak imádkozni kell elhunytjainkért, hogy biztosan oda jussanak. A minden szentek fő ünnepi rangban van a római katolikusoknál, vagyis kötelező a katolikusok számára a szentmisén való részvétel, mondta el a plébános. Hagyományosan ilyenkor meggyújtják a húsvéti gyertyát, amely Krisztus feltámadását jelképezi, a szentmisék végén pedig úgynevezett lucernáriumot tartanak. Amikor valaki meghal, akkor azt mondjuk, hogy az örök világosság fényeskedjék neki. Tehát a halált nem úgy tekintjük, mint egy sötét kútba való esést, hanem sokkal inkább, mint egy meghívást a fény felé. Úgyhogy a gyertyáknak is a szimbolikája innen jön, hogy minél sötétebb a világ, meg igazából az életünk, annál több fényt akarunk belevinni. Itt a mi egyházmegyénkben is hagyományosan ilyenkor ugye szentmisékkel ünnepeljük minden szentek napján a szenteket, halottak napján az elhunytjainkért imádkozunk, és hát a temetőkben is, mivel a temetők is szent helynek számítanak a hitünk szerint, ott is összegyűlünk, és ott is imádkozunk az elhunytjainkért. A katolikus hagyományhoz tartozik ilyenkor még a sírkő megáldás is. Csordás Gábor elmondta, ilyenkor gyakran keresik a katolikus papokat azzal, hogy áldják meg az új sírköveket. Szerinte ezzel is emlékeztetik magukat a hívek arra, hogy az elhunytaknak méltósága van, a nyughelyük pedig szent hely, amit tiszteletben kell tartani.